Sziasztok, itt Durrez után. Folytatjuk a Phoenix Fight Ace Attorney Justice for a harmadik epizódját. Most már jött a második nyomozás. De szintén vicces ez. December 29, 3 óra 3 perc, Frightenko törvény iroda. Nick? Mi az? Nem, mágikus tükrökkel akar. A mágia az bizony a trükkök, az voltak ilyen trükkök. Valamivel trükk érik el, hogy varázslatnak tűnjön az egész. De nem tud rájönni, azt hogy csinálják. Mert profik, azért nem jönk rá, hogy mi a trükk. De amit Pearly mutatott, az hihetetlen. Milyen trükkje volt a hát valami úgy, hogy csodálatos dolgot csinálhatott Pearly, de így sem tudni kérálni, hogy ki. Várszak, hogy mi áll. Hát most azt kéne kideríteni, hogy az a repülés, annak a repülésnek mi. Hát az egyetlen volt, hogy rájöjjünk arra, hogy repülhetett el a tettes, az, hogyha meg tudjuk, hogy hogyan csinálta. December 29. Büntető Center látogatói szoba. Ki jutott? Ide megteszünk, csak tarts ki! Majd tévé különlegesít a karnának. Börtönből való szökés. Hát ezek megküljöltek. De hogyha azelőtt se csinál, miatt felmentenék, akkor nem engednének ki igazából. Úgyhogy ez a törvénye is. De ez a showban bizonyára működik. Tehát, hogyha nem jutatják ki, akkor igazi börtönszök is kéne, hogy tartsak. Itt az ideje, hogy kezdjünk arra a gyilkosságot. Ugye nem repültél? A rémester szobájában volt. Hát a repülés nem lehet akarattal megcsinálni. Nem érdekel, hogy Boss mit mondott, nem ő. Hát most el akarna hallgatni, mert ez nem állhatja el. Csak úgy. Neki nem tanít trükköket, de... Ez nehéz, mint gondolnád. Hát legy barátságos a többi cirkuszi rajongó. Cirkuszi akkor. Hogy miért lenne a barátjuk? Hát megnyerte a világ, megnyerte egy kupát.
Beyond the nemzetközi Grand Prix-t. Hát bizonyos dolgokat nem tud tolerálni, Citizban, az biztos, hogy az van, de hogy milyen ambícióról beszél. Lássuk, mit mond a Grand Prix-ről. Százszor mondta egy fenét! Beteg ezt mondani. Voilà! Ez nézzük. Tehát itt megyete a kupát. Ez az első, ahol repült. Repült a hal... Ez a legemlékezetesebb számára. Hát ő is akar egy trófeát. Vedd egy trófeát! Nem így kell trófeát nézni. Hát az vívmányokra van szükség játék esetében. Hát ezt a képet is hozzá kell adni a bizonyítékokhoz. És tanul. Hát amelyek, hogy olyan, hogy bedobom magadat a zsarodiságon, vagy a börtönben. Remélem, hogy ennyi kell. Nézzük a cirkuszt. Két ember beszélget. Nézzük meg most a jelenlegi bizonyítékokat. Itt van egy, tehát már csak két bizonyítékra lenne szükség itt. Itt pedig még két szereplőt kell hozzáadni. Készen? Igen. Várj. Rau, jó volt. Adiki. Hello. Very still. Valami tréningen vannak. Egy titkos ők között tréningen van. Egy új rutint próbálnak ki. Egy új hasbeszélői módon. Egy körben. Hihetetlen. Megnézik meg vajon meg. Ez az. Adj neki! Adj neki! Várjátok egy kicsit! Adj neki!
majd elfelejtettem. Én ezt akarnám viszont. Hát akkor egyből biztos akarnám lecsinálni. Majd be. Ezt el kell beszélni, hogy mit látok. Ezt azt gondolták, hogy ez az öreg. Ő a sétál. Másnapot. Hát ő nem köszön. Adiki. Hajdiki. Hát ez nem is érdekes. Rávárnak éppen. Ez remek. Nem látogatnánk. Nem látogatnád meg, vagy nem figyelni meg a sátrát. Itt várni az rész a szerelem. És hogyan? Hogyha hadsz nyomot, akkor érted, hogy... Hogy remek dolg várni. Hogy jöjjön ki. Ez a legjobb rész. És hogy megy ez? Ez titkos, arról tudjuk. Egy igazi revolúció és forradalom. De nem adja, hogy az a vásod az utat YouTube-ba álljon. Hát fel kell fognia, hogy nem ő az egyetlen, aki képes és színpadot csinálni. Fel akarná nyerni a Grand Prix. De bossza! Adj neki! Adj neki! Jó van, kett, folyos kezdve! És itt van. Hát most éppen pihen. Egy őrű bossznak az élet-sztoriát hallgatja éppen. Az ügyésznő mondta, hogy jöjjön ide, és értek. Hát ne is tudok, hogy így egy nő parancs. Na, az öreg bohóznál. Ott bassza az energiát. Hát, hogy ahogy beszélgetek, akkor tenni ki valamit.
és bizonyára vár, hogy meghallgassa a szét. Hát, ez az igazán fájdalmas, hogyha hamisan röhög. Hogy megpróbál nem vetni. Hát, az ügyész nem kívül. Inkább neki de nem akar még egy oktort. Miért véded őt? Hát az ügyész mindig figyelt. De ahányszor, de... Azt nem akarnád, hogy... Én megmutassam magát... Akkor megint ostort csapál. Nem utasd magad! Hát és az oroszlán szerint így tőle csak. Hát mint egy gyenge oroszlán tő csapkodna. Hát bizonyára a fele... És az hogy lehetséges? A bohóc vélemény szerint mint errefelé szállhatott fel. Bizonyára az ablak felé felette az irányt. És ki lakik ott? Egy akrobata a harmadik emeleten. Az ügyésznő ott nyomott. De nem akarná, hogy meglátogassuk az akrobatát. De amikor az ügyésznő végzetű, az meg alkalom, hogy nyomozást nyomozhassak. Olyan be lehet menni ide. Nem. Tehát nagyon szereti a munkáját, az biztos. Jó, nézzük a második oldalt. December 29. Big Top. Hol van Regina? Nem tudom. Ha tigrissel van, de akkor nem akarná. Tűnjük innen. Hogy egy csirke? A leggyásabb a tigrisek. De hová is menjék? Hányi csak meg. Most jön a kafetéria. Jó, ma van egy... Miért sír mindenki, hogyha esznek mexikai pizzát? Hát én sem tudom erre a választ. Talán azért, mert a kafetéria ilyen mexikai pizza, és lehetséges, hogy egy fegyver a puszti, van fél puszti. Nem. Mi a válasz? Kafetéria.
Kávé sírószem. Kávétérió. Ilyen vicce csak alkoholban lehet mondani. Ez egy elég szomorú. Café Teri Ai. Most ide azért megyek, mondani fog még egy viccet. A kajára írt még egy viccet. Ezt nem is ő mondja. Mit mondod a sípbe? Nézd be a csirkének vacsora előtt. Knife to beach! Knife to beach! Aki nem tudná, ez viccesen változott a Nice to meet you-nak. Hát ilyen fajta viccet nem lehet magyarban mondani, mert ott van nincs érte vagy csak. Örülök, hogy kissel látlak. Sem mondott a Nice to meet you! Nem tudnám megkodni! Igazán, ez kurva jó! Jó. Jó. Csak folytassuk. Elég örült abban, tud biztos. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen kemény lesz. Itt kemények voltak a nézők. Amikor eltosítják a nevetést. Hogy vizes vizidényék. Pusztít a vizidényék. Én erről nem hallottam. Hát ez meg szajkat mondott a vicceire. De senki nem nevetett. Bizony. Hogy lehet, ez nem neve. Biztos vagy benne, amit mondta? Hát repült az égbe. Hát az ágyék az bizonyára pozitívá tette, hogy megsz. Hát nem lát benne semmilyen szájlokkot. Hát nem is tudom. Kell valamit mutatnom? Álljunk csak. Álljunk csak meg valami titokkal. Ja, próbáld meg.
Látta ezt a képet ő is. Nem csak, hogy megmutatta azt a képet. De van fél szobrot mutatott. Erről beszél itt, ez az a bust. Ezt nevezi bustnak, ezt a fajta szobrot a fejéről. Ami bizonyára a mellszobor. Vagy fejszobor. Ezt. Nem lát semmit. Szóval ott volt az a mászúgó. 5 nappal ezelőtt tűnt el. Na ez egy fontos eszköz, amit... Ennek, ez fontos szerepet játszik abban, hogy megnyerjem ezt a pert. Vészel, de egy első asszonyt, hogyha nem kell fizetni. Álljunk csak! Ja, visszaadtam azt a gyűrűt, emlékszem már. Valami változott itt? Hát semmi más nem az. Csak egy dolog változik. Mi változunk? Volt itt egy papír, de ami elég hiányos. Volt egy hiányos papír, és ez is egy fontos... Az is egy fontos bizonyíték, a gyilkos. Gyilkos? Ez a bél van tépődve. És hogy kitette oda, azt nem tudom. És hol mikor találta ezt? A gyilkosság előtt reggel. A ringmester meg volt tőle azon az estén, amikor az a papír be volt fedezve. És ki tette vajon oda? Ezt kell megtalálni. Ez egy fontos nyom. Úgyhogy el kell menni. A Big Top-ba. Aztán ide. Ha jól tudom. December 29 Big Top. Ringmester szoba. Tehát itt volt a kosztüm, amiben lehetett az áldozat. Egy fontos dolgot kell megszerezni. És ez itt van. Itt is van egy fej papír. Úgy tűnik, hogy valamit még. Jaj, már emlékszem! Én miért csinálva kell előtte beszélni?
Én csak ide... ide se lehet menni. Akkor csak egy hely maradt hátra, a Detention Center. Tudsz erről valamit? Ez a falon volt a kafetériában. Ez van, van szíved, te. Még más este lehetett törhöz. A rémester olvashatta azt... eléggé bebesődhetett. Öltévhette azt el. Na ebben... abban az öltönyében lehet. A bizonyíték. És mi volt ráírva? Szóval dejtsem ki. Hát és kérdezősködjük Reginára is. Volt az a zseb. Na, pontosan erre volt szükség. Itt volt a második fele. Na, ezt olvassuk el. Ez pont egyezik. A gyilkosnak van egy perdöntő bizonyíték. Találkozzunk 10 órakor délután a Lodging House plázában. Tehát akkor történhetett a gyilkosság. Valahogy rá kell jönni, hogy a ringmester kihívhatta oda. Már csak egy bizonyítékra lesz szükség. Mit lehet beszélni? Tetív újra itt van. Hát, jó munkát végzett. Hát végzett a nyomozás az akkor. Ügyisznővel. Valaki hívja. Von Karmaz. Amikor hallja őt, akkor nincs közel. Nincs már olyan messze. Most éppen azonban, hogy emelküljön. Hát elég jól tud emelkülni, az biztos. Hát elképpen időt. Hát akkor nézzük be. Elég hideg van így is. Átment rajta. Te büdös ribanc! Még vaját is leostorozod! Hát remek arcod. Miért kell öngyeszteni ennyire? Mit te? Holnapi nap lesz a nap. Az állat akarja megvalósítani. Hogy le akar győzni. Nemzetközi hír.
próbálj hírig. De még mindig nem akar felfogni, hogy ezt a perc sem nyerheti meg. Valaki tárgyalás. Hát biztosan van terv. Hát van Pertöntő bizonyítékos, hogy Pertöntő tanulja. Hát ugyanazok a szövegek, mint amit Manfred von Kahn mondott. Hát koporsóbb akar, de nem akarja látni a vehetlenségemet. Több információra szükség. Most lássuk, hogy mi a bosszúja mögött. Miért nézel egy gonosz szemet Felixre? Az mit is, hogy tudod-e bizonyítani a vádlott bűnösségét holnap? Az avához ez nem hozza vissza. Igen, az apára. Tudom, hogy hiányzik. Mit képzelsz? Te gonoszkodsz velünk. De most akarja tudatni, hogy nem említette soha az apja nevét. De akkor mi ez a bosszús dolog? Hát az bizony nem értem. Bárhatni akar még... Miles Edgeworth-öt akarná látni. Hát emlékszik arra, hogy ki képezte ki Miles Edgeworth-ot. Az apja képezte ki Edgeworth-ot, ahogy őt is. Mert ő a mostoha testvére. De voltak éppen a mostohóba. De Edgeworth és Felix egy ugyanazon évesek. Ő akart ügyvédelni. Akkor az elején, de pár berendesebb és harcolni kellett. De azután a per után eltűnt. És senki nem mer hibázt. Hogy érti? Nem volt már pereken. Csak egyszerűen eltűnt. Egy jegyzetet hagyott maga után az ügyészi irodában. Hogy Miles Edgeworth választja a halált. Egy évvel ezelőtt. Azután történt, hogy Maja elhagyta. Vagyis, hogy hazamegy. Mit hallott-e? Hát... Ez nem... Ez egyáltalán nem biztos. Ugyanis arra nincs bizonyíték, hogy meghalt. Csak valami... Csak bizonyára valami oka lehetett ennek, hogy miért írt ki ilyen hülyeséget, úgyhogy nem volt még eltemetve.
Engem elhibáztatni, hogy tönkretettem a hírnevét. Az ügyészeli karrierét tette. Én pusztítottam ebben. Szóval, és ugye én most koltam be a Von Karm, Manfred Von Karma játék. Meg akar találni. És meg akar tanítani ki, hogy mi a jó és a helyes és a helytelen út. Szóval azért akar engem legyőzni. Tehát azért akar engem legyőzni, mert hogyha engem legyőz, akkor Mars Edgeworth-ot is legyőzi vele. Mert Edgeworth nem tudott ellenem győzni. De nem fogja fel, hogy ez... Ez ugye észre nem a győzelemről szó. De Finsz, hogy mindig hallani se akar. Elegem van belőle. Hát te nincs itt mondani. A holnapi nap lesz a legnagyobb perre, amit vághatok. És akróval kéne beszélni. Akkor a szobája. Tudja, hogy Finisz vár vagyok. Örök, hogy látlak. Ken Dingling. De Akronak hívják. Honnan tudod el? A detektív állóta el. Ő is egy cirkuszita. Ő repült már a papírt. De most már... Most már... Miért csatlakoztál a cirkuszhoz? Amikor kölyök volt... A szülei elhagyták. Cserben hagyták őt. A ringmesterre vette őt... A karjaiban. És vigyázott rá. Egy igazi életmentő volt. Ezért döntötte úgy, hogy csinálva nagyon fontosak te. Tehát ezért szerinti életét a cirkusz. Kedves volt hozzá, főleg a lányához. Kíváncsi vagyok, hogy miért kezdje Regina. Regina aranyos, egy egyszerű. Egy biztos fölkép? Hát pedig ez gyanú kettő, amit mondott. Valamit nem kedvel benne. Dószék. Miért vagy dószékben? Mert megsérült a lába. És nem tud mozogni se. És felállni se. És el se hagyhatja ezt a helyet. Borzasztó. Akrobatasággal történhetett ez? Hát, nem így. Mert három szájglobja van. Hát ez nem akrobatasággal történhetett. Tehát az biztos, hogy máskor meg kiderült volna. Hat hónapa ezelőtt sérült meg. Azt az ugye, hogy egy gyakorlás által. Mi történt? Nem voltál a szobádban tegnap.
De a kórházban volt tegnap. Rehabilitáció voltál? Mi a helyzet a gyilkossággal? Ő is tudott róla. Beszélt erről a rendőrségnek. Mielőtt még kórházba ment volna. Meggyőzték, hogy ez egy álló. Hát ezt el sem tudta hinni, amit látott. És mit látta? Azon az éjjel aludt, és ha borzas erős hangot hallott az ablakon keresztül. Hát lenézett, és látott egy és repült az égen. Hát, ha vagyok, aki pozitívan meri mondani, hát de valakinek bizony kell, hogy legyen egy ellentmondás. Ez ugye a harmadik, akinek ellentmondást kell találni. Bikta. Már megint az a tigris. Jaj! Nem, akkor ma is beszéltás egy... Ó, Phoenix! Még egy ilyen a best of-a biztos. Phoenix Philly! Phoenix Philly! Biztos! I'd like to meet you! Szerintem, hogy történt a páda. Hát igen, sokat szerettem. Nincs letörve. Ezért érzi magát egyedül. Hát sokáig nem láthatja. Amikor Leon meghalt, és beszélt az apjával, és azt mondta, hogy valaki meghal, akkor a égben égi sztár lesz. Hát az égből figyeli állítva. Ezért imádja az éjszakákat. Lát mindenkit, aki meghal. Ez remek szintű. De még nem tudta egyebet. Hát ő is letiszta. Csak hogy nem sejti, milyen sokkoló dolgok. Voltak éppen a halál.
Miért akar a majomnak kleckét adni? Hát elvett tőle valamit állítólag. Valami ragyogót. Egy kosztümöt. Ez valamiféle csillogó kosztüm. Szóval azt a ruhát kéne megszereznem tőle. Örömmel. Várjátok. Hogy csináltunk, amit csak nem tudom elfelejteni. Jó, van, akkor most mutasson neki egy bizonyítékot. Láttad ezt korábban? Tudja mi ez. A zsebében. Öt reggelikor vette észre. Tehát akkornak küldte azt a reggelit. Még a szemetét is kivitte. Reggelizett a kafetériában, és észrevette azt a papírt a zsebébe. Csak hogy azt nem sejtette, hogy a gyilkost kire... Amikor azt mondta, hogy gyilkost kire gondolt. Azt gondolta valaki más lehet a gyilkos. És szerinte elvesztette az illetőt. Pedig nem is érti, hogy az illető rá gondolt. Hát ez a fajúságban lehetett. Tehát a fajságra tavaszoltam be, hogy ő tudja, ki lehet a gyilkos. Tehát reggel történetet az akkor lehet fent. Még azt sem tudja, ki írta. Várjunk csak! Egy pillanat! Valami hiányzik. Na, majd visszatérünk erre. Nem ide. Ide. Mó nincs itt. Majd hal. Majd megész. Mi maki van itt. És nála van az a kosztüm, amiről beszélt. Ezt kell elvenni tőle valahogy. Maradj! Bizonyan meg lehet zavarodni. De jó, megijedt, az biztos. De vagy.
csinál, hogy csinál, azt nem tudom. De visszaszedte ezt a kosztümöt. Még fel akarná próbálni Regina kosztümjét. Nem jó. Oké. Vissza. Jó, vissza. Szeretek jó. Ez semmiség. Nem volt az ő mérete. Ez Leo, Leoné volt. Az oroszlánról beszélt, az oroszláné volt, akit megöltek. Erről muszáj kérdezősködni. Az apja ölte meg. Miért? Van rosszat tett a gyakorlás közben. Kinyitott a száját és... A fejét! Hallottátok ezt a fejét? Oda tette a szájába ide! Éhet, ez a feje. És elég bátor volt. Szeretnék látni ezt. Kezdtek megijedni mindig, amikor ezt is látottam. Miként? Mi volt az orosz dolog? Valakit megharapott gyakorlás közben. Nem volt rendben. Az apja nem gyors volt. Na, bizonyítékok már megvannak. Vissza a kafetériába. Bistro do suco! Aca! Zé buga aí, ai, gomba. Egy alapvás az a hamburger megy hozzámban költ. A szagában érzhető. Hát mit tenni most, hogy ringmesternek van? És ennek gondolkodunk. Elég dühös volt állítólag, akró. Felna harcot Boltzkin. De és ringmester cipőjébe lép. Megszen ez igazán probléma.
Hát egy kis kegyetlen és keményen dolgok. És kemény a munkában. És kobolszú kötni is nehéz vele. De miatta volt a cégkusszom rendben. Most beszélj valami tragédiáról. Milyen tragédia? Semmi! Ő 6 óra nappal ezelőtti dolgokból beszél. Ez hazudik? Még mivel gondolja ezt? Két szájlók. Már közel vagyunk a van fél igazsághoz. Szóval ha 6 nap az etté volt, és itt volt akkor. Akkor itt az idője ezt feltörni. Take that! Mi történt 6 nappal ezelőtt? Hát történetet van. Várjunk csak! Take that! Hallottam Reginától. De olyan követette egy hibát, ugye? Hi? Egy eltörve. Sosszor mondtam neki. Sosszor mondtam neki, hogy ne csináljon veszélyes. Mint hogy az osztán szájában tenni a fejedet, like this. De egy ilyen hitt az osztánban. Mester sosem mondhatom a nevet erre a veszélyes dolgra. De vajon ki volt a frakban? De kit halapott meg a frakban? A fejét. Megígérte, hogy nem... És benne volt ebben. És neki ígérted? Ah, oké, és az akró. Take that! Igen, a válaszom a helyet. Ez a probléma megoldhatja. Én tudom kell az igazságot erről, hogy ki vagyon a... Hogy mit tud, amit az akró. És eddig még hibád. Egy baleset történt. Valaki meghalt. De ha jobb lett volna... Hát nem halt meg, de jobb lett volna az a meg. Életben van. De óriási agy károsodást szenvedett. És a kómában mi mindig nem kelt fel.
és még mindig a kórházban fekszik. És mindig azt fogja tenni. Miközben ennek a Crowhoz? Az öccse volt. A Crow testvére volt, aki meghaladta. Acrobat csapat voltak. Acrobat és Bat. Ki volt Acrobat öccse? Sean Dingley. De Batnek hívták. Vagy denevér. Szerves volt Reginába. A szemét akarta enyedni, de ez volt a veszte. Amikor gyakoroltuk... És ki akarta popálni, amit Regina, és akkor történt a kudarc. Tehát mi okozta ezt a kudarcot? Hát amit itt mutattam a szájban. Szóval itt volt akkor a fej. Az arcában volt van fura. Mosolygott egy... Amikor harabolt, akkor mosolygott is. És amikor ezt történt... Szóval aztán tette az egészet. De hogy miért? Egy halapos oroszlán és egy repülőgyilkos. Akkor ennek a... Szóval elközött a kettő között kellene külön összefüggést tenni, hogy van egy késznek mi köze ehhez. Hosszán tudnak repülni. Most jó. Az incidensről nem beszéltek a rendőrségnek. Mert féltek, hogy a cirkusz akkor bezárják. De az oroszlánt ezért lőtte a ringmester egy riflével. Összed néhány, de... Borsod neki. Hát szé! Hát összettek a bolyam! Gyere, megküzdhetünk! Mondod? Összössze együtt a borsa, és elcsúszva a banán. Na ez a balockodás végül. Csinált egy jó bolt. Hát ilyen aranyos tüccentés nem látok. Tehát Regina se tüccentett a borsa. Még Bet és Bemiért is tüccentett borsa. Tökéletesek voltak együtt. Szerintem itt azért ezt befejezni végre. Igen, visszatértem. Tehát akkor van rejtéget is, ezt kell kideríteni. Take that!
most fel kell törni 3 szájlokot is vég. És játékot már... Mondani később. Hogy sétél még? Egy baleset miatt volt. Tudd, hát bizony a hazudik. Álljunk csak! Szerintem ő miatta volt ez. De most nem tudom, hogy őt kéne megmutatni, vagy valaki mást. Hát azt, hogy csak ne csinál, nem lehetett. Take that! Yeah. Szóval egy orszán támadta. Ettől sérült meg a lába. Egy eltörve. Igen, meg volt támadva egy orszán által. Gyakorolta. Nem egy állati domár. Hogyha megtámadta volna, akkor menekült volna. Hát hatonja a kellett az orszámmal. Egy viccet? Mi hatonja? Hatonja kellett. Méghozzá megmenteni őt. Take that! Sajnálatos, hogy mit történt az ügy, de... Próbáltad megmenteni, ugye? Tehát ettől sérült meg a lábad. Igen, a bóc elmondta. De nem esélyt semmit a balesetről komolyan Krétabban. Bizonyan. Kicsúszott a nyelvén. Hát ugyanaz a baleset volt mindkettőjük az oroszlánál. A baleset az baleset. Senkinek nem hibája volt. De még egy szállok hátra van. Mondd még többet? Valamit rendtegetsz? Két lecsés választod erre, de... Bizonyítékot kell mutatnom, hogy képet. Mert ő lenne az, aki tippelek. Ja, jó van. Ez. Ő lenne helyes választ. Regina. Hát te nyugodt vagy, és gyűjtött, amíg nem beszél. Azt mondta, hogy gonosz. Hogy nincsen, meg megtámadni? Hát nem fogom, az biztos. Hát és nem lett volna oka bántani a... Mert barátok voltak. De valamit utálja. Tehát még erre is kell bizonyítani, mi utálja.
várjunk csak! Ez lenne az? Take that! Úgyhogy azt szerezte? Regina posztolta a k***jén. A zsebében volt. Szerintem ő írta azt. Tehát akkor a célpontunk. Szóval beszéljünk most erről. Erről a tószíges dolgok. Hát hogyha az óceán szájába tette volna a fejét. Ja, szóval ez volt az a szöveg. Meg hogyha az óceán szájába teszed a fejedet, akkor jöhetsz vele moziba. Így randira. Ez volt, hát ez elég durva volt. De azt sem tudtam, milyen veszélyes az. Ez volt a legostobabb dolog, amit te Regina kérhetett tőle. Nem van elkészen, vagy a... Ilyet történt volna eset. Tehát Bert moziba akarta küldeni Reginát, de Regina feltételt szabott rá. De ez a feltétel... volt Beth veszte. Amikor Leon leadta a fejét, meg rátámadott az oroszlára, és emiatt kellett tolószívni. Még mindig kómában van. Tegnap őt látogatta meg. És várja, hogy jó barátok voltak. Egy vér is van ezen a kenyő. Ez volt az a sál, ami az öcsinek volt. Tehát ezt hordta akkor. És vére van tele. Ez volt az ajándéka a Reginától. Hát, mint hogyha mosolyogott volna az elég. Tehát ugyanaz a helyzet, hogyha az oroszlán valamit mosolyogott. De hogy mit jelent ez? De most elveszi a sálat. Mindent hallott. Ezt a köldalat. Tehát ez a perre bizonyíték. És ő dönti el. Hogy milyen kegyetlen. Elvesztően egy bizonyítékot, hogy mennyire nehezítse a dolgomat. Már pedig csak ez egyetlen bizonyíték, amivel megnyertném a pert. Tehát akkor lesz a következő szemtanú. Mivel akkor lesz a szemtanú, hogy ő lesz a célpont is, tehát őt kell lemutatni. Most mit teszünk? Hogy oldjuk meg a hónapot? Nem kell aggódni, kitartalom. Hát bizonyára van valami.
De ez csak a kezdet. Oké, folytatjuk. Jó, már csak két perc maradt hátra a harmadik epizódból. Rendben, srácok, ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb a második per első részével folytatjuk. Már búcsúzom, sziasztok!